Az Eldobogó Lovasiskolában tavaly kezdtük el az iskolai lovasoktatást, amit a nyári szünet és sok lovastábor után szeptembertől újult erővel folytatunk. Továbbra is azokra a gyerekekre számítunk, akiknek a szülei szem előtt tartják gyermekük sokoldalú fejlesztését, és ezért áldozatokat is hajlandóak vállalni. Felsőörsi lovardánkban heti rendszerességgel szervezünk foglalkozásokat a gyerekeknek 8 fős csoportokban. A 2 órás foglalkozáson minden lovashoz kapcsolódik egy ló, amivel vagy földről foglalkozik, vagy futószáron a hátán ül, vagy egyedül lovagolja. A mottónk másik út, más érzés. Módszerünk alópszichológián alapul, és természetes lói domítás néven vált ismerté hazánkban. A lényege, hogy a lovast megtanítjuk a lófejével gondolkodni, így olyan erős kapcsolat tud kiépülni a lóval, hogy az akár a földről, akár a nyeregből együttműködik a lovasával vezetőszár nélkül is. Ehhez 3 dolgot kell a lovasnak megtanulnia. Elnyerni a lóbizalmát, kivívni a tiszteletét, és kialakítani a lóval a kommunikációt. Nincs ez másképp az emberi kapcsolatokban sem, hogy harmonikusan éljünk egy közösségben. A képzést a földről kezdjük el úgy, hogy a lovas megtanul dominánsként viselkedni és a lovat elmozgatni minden irányba. Fontos, hogy megtalálja az irányítás és a pátyolgatás közötti egyensúlyt, és így harmonikus kapcsolatot alakítson ki egy lóval, amit kamatoztatni tud az emberi kommunikációban és más élőlényekkel is. Az így szerzett tudással biztonságosan tudnak a lovasok terepen lovagolni, vagy különböző lovas játékokban aktívan részt venni, versenyezni. Lovainkat természetes körülmények között tartjuk, így kiegyensúlyozottak és megbízhatóak. Ezen kívül a biztonságot a szakértelmünk garantálja, de mindenki tudja, hogy aki lóra ül, az váratlan pillanatban könnyen le is kerül onnan, ezért a gyerekeket megtanítjuk esni, ami többet ér minden védőfelszerelésnél. A lovasok hosszú távú motivációja érdekében szintvizsgákat, versenyeket és bemutatókat szervezünk. Célunk, hogy a természet, amelyben jól érzik magukat, az életük része legyen. Feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekeket kiszabadítsuk az elektromos kütyük világából, és visszatereljük őket a valós világba, hogy valódi kapcsolatokat tudjanak kialakítani más élőlényekkel és társaikkal. Tanulják meg kezelni a stresszes helyzeteket, tudjanak helytállni versenykörülmények között is. Komplex foglalkozásokon nem egyszerűen lovagolni tanulnak a gyerekek, hanem fejlődik az egyensúlyuk, kommunikációs, együttműködés és probléma megoldó készségük, mozgáskoordinációjuk, figyelmük, fegyelmük, koncentrációjuk, türelmük, kitartásuk is. A gyerekek szórakozva tanulnak. Észre sem veszik a ló mellett, hogy olyan nehézségeket küzdenek le, amit a ló nélkül meg sem próbálnának. A foglalkozásokra a gyerekeket elszállítjuk az iskolából a lovardába, és visszaszállítjuk a megbeszélt helyre. Még több információt talál honlapunkon, de jelentkezni lehet e-mailben vagy telefonon is. A megbeszélt időben bele lehet tekinteni a foglalkozásokba is.